Ezt a nyilatkozatot írta alá Tamara Schönhár és Appelszofer Ágnes, a két város polgármestere, hogy biztosítsák egymás települését a további kölcsönös együttműködésről és támogatásról. 30 éves jubileumot ünneplünk ma, de ez egy picit elcsúszott, hiszen magát a partnertelepülési okmányt itt Tolnán 1990-ben, Németországi Stutenzében pedig 1991-ben írták alá, de mint ismeretes, az elmúlt évek nem tették azt lehetővé, hogy találkozzunk a partnertelepülésünk képviselőivel, és így nem volt eddig alkalmunk arra, hogy megrendezzük ezt az eseményt. Gyakorlatilag a 30 évben, az utóbbi 2-3 évet kivéve minden évben történt egy-egy találkozás, hol Németországban, hol itt Tolnán. Nagyon fontosnak gondolom azt is, hogy nem csak a városvezetők találkoztak, hanem civil egyesületek, cégvezetők is alkalmat találtak arra, hogy egymással találkozzanak. Az évek során a világpolitikában történt változások ellenére megmaradt a jó kapcsolat a városvezetők között. Én azt gondolom, hogy ez a 30 év alatt nagyon sokat változott Magyarország, és nagyon sokat változott nyilván Tolna is, Stutenzé talán ennél kevesebbet, hiszen miután csatlakoztunk az Európai Unióhoz, és nem szabad elfelejteni, hogy a rendszerváltás küszöbén álló kis városkából azért én azt gondolom, hogy egy szép barátságos kis város lettünk, amire mi nagyon büszkék vagyunk, és mindig is példának tekintettük a testvértelepülésünket, Stutenzét. Az első ilyen partnertelepülésünk volt, és ez nagy dolog volt annak idején, hogy egy volt nyugat-európai várossal tart kapcsolatot Tolna. Én azt gondolom, hogy városvezetők jöttek-mentek, sajnos van, aki már nincs is közöttünk, de mindig kiváló volt a kapcsolat, és sosem politikai téren közelítették meg a városvezetők és a politikusok egymást, hanem tényleg a testvériség és a barátság jegyében. Mara Schönhár polgármesterasszony egy emléktáblát is átnyújtott a vendéglátóknak. Remélem, hogy még sok ideig együtt maradunk, és azokra az alapokra építettünk, amit megkaptunk. Sok köszönöm. Én remélem, hogy a következő 30 év legalább ilyen szép és mosolygós lesz, és azt is nagyon remélem, hogy az itt töltött pár napot a német vendégeink nagyon kellemesen töltik. Ilyenkor igyekszünk minél többet bemutatni a városról is, és Magyarországról is. Gyakorlatilag, mint ahogy mondtam, ez már csúszott egy-két évvel ezelőtt. Eredetileg úgy volt, hogy Stutenzében fogjuk ezt tartani, aztán úgy alakult, hogy most ez mégis itt lesz. Én nagyon szeretném, hogyha mindenki jól érezné magát, és magán az ünnepélyes aktuson túl egy kis meglepetéssel is készülünk a vendégeinknek. A medinai tambura zenekar is fel fog lépni a vacsora közben. Tolnai részről a város életében egykoron fontos szerepet betöltők is megjelentek a fogadáson. Hívtam a volt polgármestereket, akik közül van, aki részt is tud venni ezen az alkalmon. Az intézményvezetőink, képviselőink, német nemzetiségi önkormányzati képviselők itt lesznek, és mindazok, akik valamilyen módon a partnerkapcsolatban részt vettek, és a nyári szabadságok egyébként lehetőséget tesz arra, hogy a ma este itt legyenek. Természetesen jó vendéglátóhoz híven Tolna is ajándékozott egy emléktáblát Stutenzének a 30 éves barátság jegyében. Köszönöm.